Sziasztok! A Suli TV adását látjátok. Széchenyi Istvánnak, iskolánk névadójának születésnapján minden évben ünnepségsorozattal emlékezünk. Pénteken ünnepély keretében elevenítették fel a 7. és a 8. osztályos tanulók a legnagyobb magyar életét. A látványos műsor után, amelyet Lilla néni rendezett, az osztályok egy-egy szál virágot helyeztek el a Széchenyi emlékműnél. Ha az Isten szeret egy nemzetet, megajándékozza olyan férfiakkal, akik felvirágoztatják a hazát. A Széchenyi címeren a sas látható. A sas, amely a nap felé röpül. Édesanyja Festőcik Julianna, a Keszthelyi Georgikon megalapító Festőcik György húga. Huszárként szolgált Arad megyében és Csehországban. Fordulóján Metternich diplomáciai megbízottjaként néhány hónapot Nápolyban tölt. Életemet a hazának szentelvén, a nyilvános élet tövismezeire lépek, és nemzetünk fényének próbálom megvetni alapjait. Ma sem sikerült beszélnem a nemes gróf úrral, de holnap majd ő fogja kijönteni nekem a szívét. Mérnök úr, jó helyen jár, mert én több mint 1200 hidat építettem. Mi egyelőre csak egyet szeretnénk Magyarországon, Pest és Buda között. Bár sokan ellenzik a tervet, arra hivatkozva, hogy télen a jég elsodorja az oszlopokat. Mi az ön véleménye? Nehéz megítélni a viszonyok ismerete nélkül. Milyen mély a víz? Miből van a talaj? Ő egy pillanatig sem pihent. Számára az ország gyarapodása, az emberek vagyonosodása, a gazdasági felemelkedés volt a fő cél. Érzelme, vágya, tette, gondolatja teljes mértékű, hathatós, egész. Térben távozik, melyhez tekint fel az utókor erénye, óhajt, remél, hisz és imádkozik. Ugyanezen a napon került sor a Széchenyi próbára. Feri bácsi minden osztályban 10-10 Széchenyi életével kapcsolatos kérdést tett fel. 10 kérdésre megvan a válasz, akkor rendben van, és sikerült a vizsga. Na, az első, mikor született év, hónap, nap? 1791, szeptember 21. Jó, hol született Széchenyi? Bécsben. Helyes. Édesanyja neve? Festet is jól érzem. Igen. Édesapja neve? Széchenyi. Igen. Gyermekeinek a neve? Ezen és Béla és Julianna. A legfontosabb három könyve? Alkotásai közül legalább ötöt, amiben részt vett, amit tervezett, amit megvalósított. A Maska. Helyes? A Lánci. Jössz, ha jó, azért mondom hangosan, hogy azt már nem mondjátok. Dunatisza? Vasino? Nem baj. Lótenyésző. Jössz, ha jó. Jó? Lánci. Hajó. Jössz, ha jó. Mondjuk azt akartam mondani. Andre? Hajó. Ez nagyon jó. Igen? Dunatisza. Tudományosak azért. Hol halt meg Széchenyi István? Öngyilkos lett egy... Mindjárt mondom. Egy... Város? Város? Döbrindben. Jó. Szombaton este az extázis zenekar teremtett fergeteges hangulatot. A közönség soraiban egyaránt voltak jelenlegi és már elballagott diákok. Ugráltunk, tapsoltunk, autogramot gyűjtöttünk. Hey.
Széchenyi ünnepség sorozat részét képezi minden tanévben az emlékfutás. Az első 6 helyezett értékes pontokkal gazdagítja osztályát az osztályok közötti pontversenyben. Felejtsétek el, hogy szombaton bográcsozunk. 3 órától várjuk a fakanalat ügyesen forgató szülőket és a jó étvágyú gyerekeket a felső tagozat udvarán. Minden osztály kap asztalokat, székeket, a tűzifát, az evőeszközöket, a bográcsot és a belevalókat azonban hozni kell. Ez volt a Suli TV mai adása. Sziasztok!